Az egyre melegedő éghajlat és az ebből következő változások kihívás elé állítják az erdészeti szakmákban dolgozókat. Új erdőgazdálkodási formák kerülnek előtérbe, melyek magukban foglalják a természet közelibb módszereket. Bármennyire is furcsán hangzik, a jövőben újra nagyobb szerepet kaphat az állati erő jelenléte a gazdálkodási tevékenységben. Második világháború után, a 50-es évektől kezdve bejött a gépesítés. Különböző traktorok jelentek meg, különböző lóerők, akkor még gyengébben, és akkor azért volt fontos, mert elkezdték az akkori erdészek ipari szemlélettel nézni az erdőt. Mai napig is megvan nagyon sok erdőben, egykorú, kevés fafaj tartalmazó, de iparszerűen, mint a gabonát lehet termelni. Letermelni is, ápolni is, és mindent. Egyszerre lehet csinálni. Ebből próbálunk kilépni ebből a rendszerből. Itt az utakat mi választjuk meg, mi magánk erdősök, tulajdonosok és gazdálkodók tudunk rajta változtatni, hogy hogyan kezdjük ebbe gazdálkodni. Van a szállói erdőgazdálkodástól kezdve, és sok minden más is, amikor nem egyszerre váljuk az erdőket, hanem mozaikusan, vagy akár darabonként válogatva, hogy melyik fát akarom kivágni. Ez miért fontos? És itt jön be a ló szerepe, mert ha nem egyszerre válunk el nagyobb területeket, tehát 1-2-3, akár 5 hektárt, akkor nem kell hozzá gép. És ha nem kell hozzá gép, akkor nem kell hozzá gázolaj, nem kell hozzá akkumulátor, nem kell hozzá gumi, nem kell hozzá több tonna megmozgatása, hanem egy jókezű bőrszerszámot készítő ember, el tudja készíteni egy hidegvérű lónak, ami nekünk is lesz, hidegvérű lovunk, és ezzel kézzel, tehát kézi munkával, téli napokon, amikor még ha sár is van, de téli napokon meg tudjuk csinálni magunk, multifunkcionális váltók nélkül is meg tudjuk oda az életünket. A hatékonyságunk nem lesz olyan, mint az iparszerűen fakitermelő gépekkel, ahol csak egy ember kell és le tud termelni naponta 100-150 köbmétert is egymagában egy géppel. Mi nem fogunk tudni ilyet csinálni, mi meg fogunk szerintem adni a lovanként a 10 köbméter fánál, de nem fogjuk rombolni a talajt. A gazdálkodásnál itt jön ez, hogy most iparszerűen fogunk sok fát termelni, vagy egyedeket fogunk választani egy erdőben, hogy mit tudom, hektáronként egy pár darabot, amire fogunk majd szelektálni, és azokat fogjuk megsegíteni. Az egész erdőgazdálkodás arra pár fára fog hektáronként fókuszálni, és abból akarunk nagyon jó minőségű, a jövő számára nagy értéket képviselő faegyedet létrehozni. És megtartva ezzel az erdőnek a biodiverzitását is, mert több korú állomány fog létrejönni az erdőnkbe. Az állati segítség itt Diósjenőn lovak formájában érkezik. Dénes lovainak egy karámot készített, azonban a munka korán sem volt egyszerű ezen a dombostájon. A karám oszlopait leverő gépet külön egyedi terv alapján kellett elkészíteni, hiszen a megszokott gépek ezen a terepen nem jöhettek szóba. Nem találtam olyat, ami nekem megfelelt volna. Mi dombhegyvidéken gazdálkodunk, most éppen síkterületen vagyunk pont, egy domb élen, de nagyon kevés itt az egyenes rész, és az oszlopverők mindegyike kevésbé volt alkalmas arra, aminek mi kellett. Miért? Mert nem tudta 3D-be, tehát térbe mozgatni, mert ugye mindig egyenesen kell állni az oszlopnak, akkor van legjobb verési teljesítménye, amikor súly leesik, akkor legjobb verési teljesítménye. Ha ferdén a traktor, akkor ugye a traktor súlya, akkor az lassabban csúszik le, mert valahogy súrlódás következik be. Kitaláltam, hogy elmegyek az itteni barátomhoz, aki mérnök, van üzeme itt, és hogy elmondtam az álmaimat, hogy én mit szeretnék, hogy az ki lehessen tolni legalább 120 cm traktornak a szélétől, a 120 fokba lehessen mozgatni, 3D-be lehessen, és aztán utána működtési történet. Egy karámot készítettünk a lovak tanításához. A lustagazda azt csinálja, hogy kivágja az akácot, oszlopnak valót, levágja méretre, még kiszoktuk még hegyezni még egy frissibe, és eltesszük rakatba. És ott hagyjuk 2 évig is akár, és amikor megfújjuk és átpakoljuk, akkor lehullik róla, és az látszik, hogy lehullik róla a kéreg, kap 2-3 esőt, és ilyen szép be fog szürkülni a naptól, és be fog szürkülni, és szép sima felület lesz. A mi energiánk, meg a gépek energiája szempontjából kedvező, mert nem kezdjük el kérgezni, se kézzel, vonókésekkel, se géppel, ami van kérgezőgépünk is. Ezek az oszlopok pengenek, olyan sűrűség van körülöttük, betömődik a föld is, és egyszerűen sűrű-sűrű lesz a föld körülöttük, és megáll, és nem fog megmozdulni. Szeretjük a lovakat, az állatokat, és első körül vettünk egy pár lovat, és ezen kívül pedig fogunk most venni kocsikat is, amivel a fagyos időkön kívül, a nedves időkben, amikor nehéz gépjárművekkel vagy traktorokkal kiment területre, akkor meg tudjuk közelíteni az erdőket, és ott munkát tudjuk végezni, talajrombolás nélkül. Tehát, ahogy szokták mondani, a földet az unokáinktól kaptuk kölcsön.
Tehát nekünk erre kell vigyáznunk, hogy a későbbi koroknak is meghagyjuk a jó talajszerkezetet. Mert talajunk lesz, csak annak milyen szerkezet lesz, az nem mindegy. Egy-egy gép, nagy súllyal meg tudjuk nyomni a földet, bár vannak most nagyon jó konstrukciók, de még azok is, amik több tonnával végigmennek a, több tíz tonnával végigmennek a földön, ott olyan talajrombolásnak végezni, ami hogy egy lezuduló nagyobb csapadékmennyiség, amit most ugye már látjuk, hogy hirtelen a nagy mennyiségű csapadék ritkán következik ez be, és ezek a nyomokon, hogyha mondjuk hegy-völgy irányú, elkezd elindulni lefele a víz rajta, és a víz rombolása, a nagy mennyiségű víz rombolása elhordja a talajt. Azt a talajt már vissza nem hordja senki. A talajképződés pedig nagyon hosszú időszakot igényel, több tízezer évet is akár.